Ez a legrégebbi rendezvényük, ugyanis 2009-ben vette át a Pécsváradi önkormányzat a vár üzemeltetését, és azóta minden évben megrendezik a Pécsváradi várlapját, mondta a Gászné Bősz Bernadett szakmai vezető. Ez egy történelmi rendezvény, amelynek a mottója vissza a történelembe. Különböző évszázadokat lehet felfedezni, akár úgy, hogy passzív nézőként, mondjuk egy páncélos szabadharc a 15. századból, amit a Siklósi Sárkányos lovagrend mutatott be, annak a nézőjeként, vagy pedig aktív résztvevőként fent a Kovács műhelyben, a Ács műhelyben, vagy éppen a kemence mellett lehet egy kicsit dolgozni, és a vége az mindig egy nagy közös szabadharccal zárul, egy nagy történelmi csatával, a minden évszázad képviselteti magát. Ez is hagyomány, mint ahogy a kézműves foglalkozások, illetve az egész rendezvényt kísérő várvásár is hagyomány. A Siklósi Hagyományőrző Egyesületen belül működik két szakosztály, az egyik a lovas, a másik a gyalogos szakosztály. Ők a Siklósi Sárkányos Lovagrend. A várnapján páncélos szabadharcot vívtak a közönség nagy örömére. Tagjaiknak katonai hagyományőrzős múltja van, minden évben vendégei, szereplői a várnapja rendezvénynek. Bennünk gyerekkor óta már ez megvan, vonzódás így a középkor felé. Tehát ezt megelőzően más csapatokban is, vagy más korszakban is kipróbáltuk magunkat. Régen például vikingeztünk is, volt, aki végvári katonákat személyesített, vagy jelenített meg. És igazából 2009-től kezdtünk ráállni erre a késő középkorra, tehát nagyjából a 15. századnak az első fele, és akkor utána egy picit feljebb léptünk, és nagyjából most Mátyás haláláig, sőt még egy picit túl úgy második Ulászlóig, 1500-ig bezárólag vannak eszközeink, viseleteink, fegyvereink, páncélzataink, és a páncélok mellett ugye életmódrekonstrukcióval is foglalkozunk. Most az utóbbi időben kicsit jobban ráfeküdtünk arra, hogy milyen ételeket használtak. Párat elkezdtünk mi is elkészíteni, még nagyon gyerekcipőbe jár, de ezzel is folyamatosan próbálkozunk. Úgyhogy hát nem mindig harcolunk, valamikor kipróbáljuk a másik oldalát is a dolgoknak, de többnyire inkább a harcászat, ami így összeköt minket. A rendezvény már reggel elkezdődött, amikor is tábort vertek, belakták a résztvevők a vár belső udvarát. Ez is mindig izgalmas, hiszen az üres füves terület pár óra alatt történelmi helyszínné változik. Nagyon sok apró esemény van, és ezért mindenki megtalálja a maga számára izgalmas helyszínt, és a teljes várat belakjuk. Ilyenkor minden kiállításunk is látogatható, mindenhova be lehet menni. A kapuban mindenkit úgy indítunk útjára, hogy ami ajtó nyitva van, oda tessék bemenni, mert az ma mindenkire nyitottan vár. Többek között lovas bemutató, ijász bemutató, távcsöves megfigyelés is várta a várnapján az érdeklődőket Pécsváradon.